Köszöntöm a köztér valamennyi nézőjét, ahogy azt nemrégben a híradóban is hallhatták, pénteken ülésezett Székesfehérvár képviselő testülete intézményvezető kinevezéséről, digitális kompetenciákat növelő oktatási programról, a fiskális út második ütemének munkálatairól is döntöttek a városatyák. Erről is szót ejtünk, de szóba került a közgyűlésen a Székesfehérvári középiskolai kampusz megvalósításával kapcsolatos döntés is. Stúdión vendége Cserpakovics András Székesfehérvár polgármestere. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Most itt kívánok, köszöntöm a televízió kedves nézőt, és én köszönöm a meghívást és a lehetőséget, hogy egy kicsit Fehérvárról beszélgethetünk. Hát az említett témakörök mind azt gondolom, hogy nagyon fontos, és a város életével szorosan összefüggésben lévő témák. Hogyan értékeli a közgyűlési döntéseket? Ez is közel 50 napirendet tárgyalt a testület, alig több mint egy óra alatt. Aki látta a közgyűlést, azt gondolom, hogy meg tud engem erősíteni abban, hogy azért látszott, hogy valóban ennek a testületnek az összetételében, a kommunikációjában azért bőven az országos átlag fölötti a politikai kultúra, hiszen ez a mai is, miközben voltak olyan döntések, amelyek természetesen nem egy hangulat születtek meg, vagy amiből vita alakult ki, de hangvételét tekintve én azt kívánom a városnak, hogy mindig ilyen összetételű közgyűlése legyen, aki olyan emberekből áll, pártállástól függetlenül egyébként, aki ezt a közösséget szolgálja és szolgálni is szeretné. Ez a legfontosabb megállapításom, ezt azért is mondom, hiszen ha nem is az utolsó, de az egyik utolsó testületi ülését tartottam a közgyűlés. A kiemelt témákat én is megerősíteném, intézményvezetői kinevezésekről döntöttünk, bölcsödék és óvodák tekintetében. Itt egyébként komoly legitimációt ad, hogy egyhangú döntések születtek. Ez azt is mutatja, hogy valóban szakmai alapon kerülnek az intézményvezetők kiválasztásra, kinevezésre, a pályázatokat követően. Azt gondolom, ez fontos, hiszen ezek nagyon-nagyon fontos alapkövei a város működésének. Kiemelném a fejlesztések közül én is a fiskális út második üteméhez vonatkozó lezárását egy közbeszerzési eljárásnak. Ez gyakorlatilag már az útburkolattal összefüggő valamennyi munkát tartalmazza. Ugye ez egy több lépcsőben megvalósuló fejlesztés, közműcserékkel, a teljes csapadékvíz elvezetési rendszer kialakításával és természetesen egy megfelelő útburkolatnak a kialakításával. A csapadékvízre azért hívnám fel a figyelmet, mert ez egy kicsit túl is mutat a fiskális úton. 5 évvel ezelőtt azt kértük az öreghegyiektől, körülbelül 5 év szükséges ahhoz, hogy a szükséges források rendelkezésre álljanak majd ahhoz, hogy a fiskális utat felújítsuk, ez most megtörténik, és akkor azt jeleztük, hogy ezzel a teljes öreghegyi csapadékelvezetés problémakörének legfontosabb alapkövét, gyűjtővezetékrendszerét ki tudjuk alakítani, és ezt követően neki tudunk kezdeni az öreghegyi belső utak felújításának. Ez ennél meg is történik, meg is kezdődik, hiszen a Humunnai és a Poprádi utak tekintetében ez a munka elkezdődik, és utána szépen megyünk tovább, akár a Kispozsonyi út folytatva a Pozsonyi úton, akár egyébként a Nyitrai út felújításával és számos belső kisebb-nagyobb öreghegyi utcával. Ennek az volt az alapfeltétele, hogy valahova a csapadékvizet el tudjuk vezetni az öreghegyről. Ez egy sok-sok évtizedes probléma. Nagyon örülök és büszke vagyok arra, hogy ezt most meg tudtuk valósítani, meg tudtuk oldani, és ezzel gyakorlatilag a következő éveket tekintve megalapoztuk annak a műszaki lehetőségét, hogy az önkormányzat, az állam, illetve az Európai Uniós forrásokat felhasználva az öreghegyi utakat, utcákat, járdákat meg tudjuk újítani, fel tudjuk újítani. Úgyhogy én abban bízom, hogy ezt a munkát a következő években el tudjuk végezni. Én most erre abszolút látok finanszírozási lehetőséget, és a műszaki adottságokat pedig most ki tudtuk alakítani. Tehát akkor egy régóta húzódó ügy végére. Igen, ez egy nagyon régóta húzódó, és eddig azért nem volt értelme bizonyos utakat, utcákat felújítani, mert egyszerűen a vizet nem volt hova elvezetni, magyarul pár év alatt ezek az utak tönkre mentek volna, akármilyen szerkezetűek. Ezt most így úgy tudjuk majd megvalósítani, ezek az utak évtizedekig utak, utcák maradnak az Öreghegyen. Én úgy gondolom, ez egy komoly előrelépés, a vízelöntések, pinceelöntések is meg fognak szűnni, vissza fognak esni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez tényleg egy, ha lehet ilyet mondani, akkor korszakos jelentőségű fejlesztés, legalábbis az Öreghegyen élők vonatkozásában. És hát remélem, hogy ilyen lesz a középiskolai kampusz is, amit most
ki tudtunk írni. Ugye itt az engedélyes tervek elkészültek, jogerős építési engedélyekkel rendelkezünk. Most, amit ki tudtunk írni közbeszerzési eljárás keretében, az a kiviteli tervek elkészítése, valamint a kivitelezésnek a lebonyolítása lesz. Ez nyilván egy több hónapig tartó eljárást fog jelenteni. Erre a források rendelkezésre állnak a Modern Városok program keretében az államtól. Ennek egy része egyébként a város számláján is van már. Úgyhogy én bízom benne, hogy egy jó versennyel, egy jó minőségű, korrekt áru kivitelezőt fogunk tudni ennek az eljárásnak a végén kiválasztani. Itt el kell mondani, hogy semmiképpen nem szerettük volna egy adott tanévben belül, egy adott tanévet megzavarva elkezdeni ezt a kifejezetten nagy beruházást. Itt az első ütemről van szó, ez gyakorlatilag az új vasvári épületét jelenti, illetve a Kodolányinak a felújítását, a középiskola felújítását. Szerettük volna, hogyha ezzel nem zavarunk meg tanévet, ezért maga a beruházás az 2020 júniusában fog kezdődni. Ez azt is jelenti egyébként, körülbelül, amikor egy fél év múlva meg lesz a kivitelező, vele le fogunk tudni szerződni, és a pontos ütemezésről, a közlekedési rendről, a környéken élők és egyáltalán a fehérváriak pontos tájékoztatásáról, az iskolák tájékoztatásáról is úgy tudunk gondoskodni, hogy erre kellő idő áll majd rendelkezésre, tehát ez nem egy elkapkodós beruházás lesz, hanem szerencsére van időnk arra, hogy szépen ütemezen tudjuk ezt megvalósítani. Nem elfelejtve, hogy ennek szeretnénk megteremteni majd a második ütemét is, az pedig többek között ugye a Tóparti gimnáziumnak a felújítását fogja jelenteni. Most az első ütemben annyi változás van a korábbiakhoz képest, hogy az alapjai biztosítottak annak, hogy a katonai fejlesztéseken keresztül a helyi gazdaság erejének is következményeként, a sportélet következményeként is egyfajta nemzetközi iskolában tudjon a város gondolkodni. Itt mind a Honvédelmi Minisztériumban, mind az Emberi Erőforrások Minisztériumával van egyeztetés, tárgyalás, de maga az a műszaki tartalom, amivel a kiviteli tervek elkészülnek és a kivitelezés meg fog történni, eszközökkel együtt az alapjait ennek a fejlesztési lehetőségnek már tartalmazzák. Ugye nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy időközben kormányzati döntések születtek egy Honvéd középiskola újbóli elindításán Fehérváron. Ugye ennek kollégiummal együtt volt hagyománya, aztán ez sajnos megszűnt, de szerencsére ez most visszatér Fehérváron. Ugye Debrecenben lesz, Hódmezővásárhelyen, illetve Székesfehérváron. Ez is egy jelentős beruházást fog eredményezni, nem elfelejtve az sem, hogy ez térségi kiszolgálást fog biztosítani, tehát ide messziről is érkezni fognak diákok, akik nyilván kötődni fognak ehhez a városhoz, és mondjuk utána a fehérvári parancsnokságon fognak tudni elhelyezkedni. Magyarul hosszú távon is tervezhetnek Székesfehérváron. Hogyha már a mozgalmasság szóba került, hogy mozgalmas lesz ez az időszak is, tehát hogyha visszatekintünk az elmúlt hetekben is, számos eseményprogram volt, ami megmozgatta Székesfehérvárt, mert hát nyilván majd jönnek a nyári nagy rendezvények, de nemrégiben a Tour de Hongrie-nak adott otthont a város, ami most már egy hagyománynak is mondható. És hogy nem csak átszaladt a mezőny, hanem itt volt a befutó, itt ért véget ez a egyre magasabb színvonalú és a nemzetközi versenyzőket is egyre inkább megmozgató körverseny. A gyönyörű országunk gyönyörű helyeit mutatja be, és hát az szerintem nagy büszkeség, hogy ennek a befutója itt Fehérváron történhetett meg, nem elfelejtve, hogy akár a Magyar Televízió, akár a Eurosport közvetítésen keresztül is közel 150 országba jutottak el fotók Székesfehérvárról, ebbe egyébként a helikopteres fotók azt gondolom, hogy gyönyörűek, úgyhogy szerintem büszkék lehetünk a városra. Én köszönöm, hogy rengetegen jöttek ki szurkolni, én bízom benne, hogy jól érezte magát mindenki, elnézést az ezzel okozott kellemetlenségekért, de amikor ennyi fiatalt, mondjuk gyermeket látunk örülni, jókedvűnek lenni, akkor talán egy vasárnap kora délutánba ez belefért, és tényleg óriási hangulatot jelentett, és hát bízunk benne, hogy a mezőny, vagy akár ennél majd még rangosabb mezőny sokszor visszatér még Székesfehérvárra. Hiszen a város akkor ezek szerint szívesen befogad egy ilyen rendezvényt. Szívesen befogad, és azt a célt is egyértelműen kitűztük, hogy minden ilyen rendezvény önmagában tud segíteni abban is, hogy például a kerékpáros közlekedést, mind az autóhoz képest egy alternatívát, azt tudjuk jó értelmevetten reklámozni, felhívjuk ennek erre a figyelmet, akár a város közlekedési problémáinak megoldása tekintetében, akár az egyén egészsége vonatkozásában is, és hát egy kicsit már készít
vetítjük elő, hogy azért a következő években egy elég jelentős, mindegy 30 kilométert érintő kerékpársáv fejlesztés valósul meg városunkban, és jó lenne elérni, hogy folyamatosan a szemléletet is tudjuk formálni, és azt is tudjuk ezzel szolgálni, hogy az emberek használják majd a kerékpárt. Ha meg lesz ez a hálózat, akkor szerintem azért a város jelentős részéről kifejezetten jól, biztonságosan, jó minőségű kerékpársávokon, kerékpárutakon lehet majd közlekedni. Én bízom benne, hogy akár ez a hétközi forgalomban is segítséget jelent, hétvégén pedig az emberek ugyanúgy, ahogy most elmennek a Velencei tóra egy körre, ugyanúgy akár a városon belül, akár majd a Balaton irányába el tudnak menni, akár a Gorziumba itt tudnak majd kimenni. Ez szerintem jó lehetőség, és az, hogyha az ember megnézi a holland példát, megnézi a skandináv országokat, akkor szerintem jó lenne elérni majd előbb-utóbb azt, hogy olyan népszerű legyen a kerékpározás, mint amilyen ott. Ehhez sok minden kell. Kellenek zárt, őrzött, adott esetben fedett kerékpár tárolók, kellenek kerékpártámaszok megfelelő mennyiségben. Itt köszönet a ezzel foglalkozó szervezeteknek, hiszen ők javasolták és elindítottuk az 1000 kerékpártámasz akciót. Fontos, hogy a szemléletformálásban a fiatalokat, a diákokat is be tudjuk vonni, akár az iskolákon keresztül ezen is dolgozunk, és egy-egy ilyen verseny, az miközben a város csodáit meg tudjuk mutatni a világnak, azaz egy nagyon komoly városmarketinger értékkel is bír, de közben bennünk is egy szemléletformálást okoz, és ez szükséges ahhoz, hogy a közlekedés tekintetében előrébb tudjunk lépni. Hogyha már ezt említette, akkor hát most a premier előtt megtekinthetünk egy Két keréken egy percben című sorozatot, ami pont egy ilyen kicsit tudatosabb kerékpározást eredményező informális sorozatnak is indul a biztonságos közlekedés és a környezet tudatosság jegyében. A közpremiér előtt most megnézhetjük itt a köztérben, aztán innen megyünk tovább. Elmúltál 12 éves? Nem látsz az úton tiltó táblát? Nem tragédia az út minősége? Akkor mit keresel a járdán? A járda a gyalogosoké, a kerékpár pedig az úttestre való. Ha az előbb említett kizárások nem vonatkoznak rád, akkor sem tekerhetsz gyorsabban, mint a gyalogosok. A járda a gyalogosoké. Te csak vendég vagy ott. Járda helyett használd a kijelölt kerékpárutakat, vagy ha még bizonytalan vagy, akkor a párhuzamos, csendesebb utcákat. De ne feledd, minél több szabályos biciklis lesz az utakon, annál biztonságosabb lesz a közlekedés mindenkinek. Az autóval közlekedők megszokják a jelenlétedet az utakon, és te sem zavarod a gyalogosokat. Együttműködve előbb célba érünk. Közlekedjünk együtt! De mi van akkor, ha nekem a túloldalon van dolgom, vagy arra kell majd kanyarodnom? Lehet, hogy a sávon biciklizve kerülőt jelent, de bicajjal ez biztosan nem több, mint 1-2 perc. Megéri a veszekedést? A Várkörúti gabionfal nem teszi egyszerűvé a gépkocsi vezetők dolgát sem. Tartsd be a sebességet. A zebrák előtt lassíts, mert a fal takarásában gyerek is szaladhat. Haladj a kijelölt sávban, tartsd be a sebességet, és figyelj a gabion fal mögül kilépőkre. Együtt közlekedünk! Nos, hát ez is egy ilyen tudatos közlekedést segítő sorozat, de hát azt hiszem, hogy más alternatív megoldások is vannak még itt Székesfehérvár vonatkozásában, ami a környezetbarát közlekedést illeti. Együtt közlekedünk, hangzott el ebbe a kis bejátszásban, mi ezt gratulálok és nagyon szépen köszönöm, mert nagyon régóta vártuk már azt, hogy legyenek ilyen tájékoztató kis kampányfilmek, mert egyszer a szemléletet így lehet formálni, és azért itt ezeken a fotókon, képeken is lehetett látni, hogy bizony mondjuk a Várkörútnál a kerékpársáv, ami egy szépen kialakított, abszolút szabályos, minden engedéllyel rendelkező kerékpársáv, és mégis sokszor látjuk, hogy a kerekesek nem azt használják, hanem mondjuk a járdát, mert egyébként biztonságosabbnak érzik.
mondjuk ha erről megkérdeznénk a gyalogosok véleményét, akkor nekik ugye erről már rögtön más lenne a véleményük. Másodszorban pedig megnézzük a nyugat-európai példákat, akkor így vannak megoldva a kerékpársávok, mert arra soha nem lesz hely, hogy megfelelő úttest, akkor mellette egy nagy szünet, aztán jöjjön egy kerékpárút, aztán megint nagy szünet, aztán jöjjön egy járda, közben mindenhol legyen fa, virág és zöld, ez nem fog elférni egy sok száz éves útszerkezettel rendelkező város életében, tehát muszáj, hogy együtt közlekedjünk, egymásra odafigyeljünk, fogadjuk el a másik közlekedési formát használót is egyébként mellettünk, és akkor biztonságosabban, gyorsabban és sok esetben egyszerűbben is fogunk tudni közlekedni. A kerékpáros közlekedés szerintem sokat fog tudni fejlődni a következő években, mert egyszer az ehhez kapcsolódó infrastruktúra a sokat fog fejlődni. Ezzel párhuzamosan azért látszik a törekvés, hogy nagyon sok járdát próbálunk felújítani, egy kicsit a gyalogos közlekedést is egyébként előnybe részesítve, hiszen egyébként ez egy nagyon egészséges közlekedési forma, a legkörnyezetkímélőbb, tehát ennél nincs környezetkímélőbb közlekedés, tehát azt gondolom ez is fontos, és hát a közösségi közlekedés fejlesztése az egyik legnagyobb kihívás és kérdés. Ez biztos, hogy szükség van egyrészt egy nagy eszközparkban bekövetkező változásra és fejlesztésre, kb. 60-65 busszal szolgáljuk ki a mai hálózatot, ennek jelentős részét biztos, hogy cserélni kellene. Bízunk benne, hogy egy korszerű, modern, egyúttal pedig nagyon környezetbarát és a klímavédelmet is szolgáló buszcserét fogunk tudni megvalósítani. Ehhez szükség lesz állami forrásból vagy Európai Uniós forrásból kiírt pályázatokra. Erre most van remény, hiszen a szakminisztérium bejelentette, hogy 6000 busz beszerzésére forrást fog biztosítani. Nekünk ebből csak pár kell, tehát nem kell mind a 6000. De milyen jó lenne, ha egyébként adott esetben nyilván jogi keretek betartása mellett, de Fehérváron gyártott elektromos buszokat lehetne beállítani. Szerintem a következő évek egyik nagy kihívása, de egyben nagy lehetősége is. Ez, illetve nagyon fontos elmondani, talán nem is beszéltünk még róla, az értékelés még zajlik, de a vége fele haladunk, hogy április hónapban, amikor a teljes áru bérletet elfeleztük, és azt szerettük volna megköszönni, hogy az emberek munkája révén van folyamatosan gazdasági növekedés, és annak eredményeképpen a város számára is több fejlesztési forrás, akkor most az a tapasztalatunk, hogy több mint 1000 bérlettel több fogyott, mint akár márciusban, akár pedig májusban. Tehát ez egy ilyen ösztönző dolog. Tehát az is látszik, akkor, hogy itt érdemes átgondolnunk a bérletek, jegyek árát, még akkor is, hogyha hosszú évek óta szerencsére nem kellett emelnünk, inkább a város többet tesz bele, de ne emelkedjenek az árak, de szerintem a következő években át kell gondolni akár ennek a folyamatnak a fordítottját is. Ehhez persze nyilván kell az állam mindegyik finanszírozó, egyet a szabályrendszer megalkotója, kellenek ilyen típusú pályázatok, de itt is szükség lesz majd szemléletformálásra. Ugye tudjuk, hogy az országban az egyfőre eső gépjármű számban Fehérvár vezet, ami az egyik oldalon nyilván azt jelenti, hogy szerencsére a jövedelmi viszonyok folyamatosan jó irányba hatnak, országos összevetésben ez kifejezetten előny, de azért jelent láthatólag mondjuk a közlekedésben több problémát. Ezt csak akkor tudjuk megoldani, hogyha komplex módon tudunk ebben gondolkodni, és tegyük hozzá, és hogy a külső útkapcsolatok megépülnek. Ugye ezért fontos a déli összekötő, amit egyébként hamarosan már a kivitelezésre, a közbeszerzésre eljárást, ugyanúgy, mint a középiskolai kampusznál ki tudjuk írni, jövőre épülhet az út. Ezért volt fontos mondjuk egy Széchenyi Horváth István kereszteződésének plussávja, Seregélyes Mártiró plussáv, mert ez sokat segített. Igen, érzékelni is lehet. Ezért örülünk annak, hogy az állam döntött az Osan körforgalom kétsávosításán, ugye ennek a tervezése zajlik, és ezért reménykedünk nagyon abba, hogy ami elindult kormánydöntéssel, részletes megvalósíthatósági tanulmány megrendelésével a 81-es négysávosítása, az nem csak mondjuk a Fehérvár-Győr közötti közlekedést teszi könnyebbé, hanem megoldja az M7-es negyedik csomópontjával a tehermentesítését a előtte lévő három csomópontnak, akár az Osan csomópontjának is, illetve ugye ez lehetőséget ad arra, hogy egy hátsó elkerülő úttal, már a város felől nézve, az Újcsóri út körforgalmát is jelentősen tudjuk majd tehermentesíteni. Tehát ezek is kellenek ahhoz, hogy ne hozzunk be minden forgalmat a belvárosba. Itt a Várkörúttal kapcsolatban volt egy fél ironikus mondat, ez nagyon fontos, hogy teljesen szándékos volt, hogy csökkentsük a forgalmat a Várkörúton. Tehát ez nem véletlenül történt, hanem ez az út, aznak a megjelenése, a környező gyönyörű épületek, egyet a belváros
közelsége az nem volt alkalmas annak az autóforgalomnak a lebonyolítására, amit még egy kis, jóval kisebb gépjármű számnál is egyébként ott az útnak le kellett tudnia vezetni. Tehát ezek a nagy külső gyűjtőutak kellenek ahhoz, hogy az emberek keresztbe úgy tudjanak közlekedni, ne kelljen érte a tágértelművet történelmi belvárosba bejönni, vagy azon egyébként önmagában csak átautozni. Ha valakinek ott van dolga, akkor igenis nyugodtan tudjon ott közlekedni, egy óra ingyenes parkolással is meg tudjon állni, de utána egyébként tudjon tovább menni, más tudjon adott esetben érkezni. Tehát ezt valahogy így lehet kialakítani, és még egyszer együtt közlekedünk. Ez azt gondolom, hogy egy alapvetése annak, hogy a közlekedésben, a szemléletformálásban mit kell pontosan tudatosítani magunkban. A közlekedés kapcsán a környezet is szóba kerülhet, és hát hogyha ezen gondolkozunk, akkor néhány, talán a múlt héten vagy másfél hete láthattuk azt, hogy nemzetközi zsűri is ellátogatott ide Székesfehérvárra, és elég, hogyha körülnézünk, azért nagyon sok virágos terület van. Most például nagyon nagyot futott a Facebook felületünkön, például a Lépcső utcában, hogy mediterrán hangulat fogadja a látogatókat. Tehát azt gondolom, hogy ezért egyre népszerűbb az itt élők körében is, és ő maguk is tesznek azért, hogy mondjuk szebb legyen a környezetük. Nálunk is panel szépség verseny volt, ahol a kis kertjüket rendezik meg, hát lehet látni, hogy a virágos Fehérvárért mozgalom is mennyire kinőtte magát. Milyen visszajelzések vannak, vagy egyáltalán mit jelentett az, hogy itt volt a nemzetközi zsűri? Először is nagyon-nagyon megtisztelő volt, hogy meghívást kaptunk egy ilyen egyébként kanadai székhelyű, és most már 25 éve megrendezésre kerülő nagy nemzetközi virágos versenyre. Ebben a kategóriában, tehát a nagyvárosi kategóriában Magyarországról először Székesfehérvár kapott meghívást. Úgy gondolom, hogy azért ez szép visszaigazolása annak a törekvésnek, amit már hosszú évek óta folytatunk, akár a Városgondnokság szakemberei, akár civil közösségek, társasházak bevonásával, hogy egyre virágosabb, egyre zöldebb városban szeretnénk élni. És a zsűri is ezt visszaigazolta, ugye több napon keresztül volt itt, voltak benne szakmai programok, voltak protokoláris programok, tehát rengeteget sétáltak, gyakorlatilag a város mindegyik részén feltűntek, lehetett is velük találkozni, és a visszajelzés az nagyon pozitív volt tőlük, ugye egyfajta szóbeli értékelést már az utolsó este adtak is nekünk. Ezek azt gondolom, hogy összességében a mi törekvéseinket visszaigazolták. Nagyon tetszett nekik az, hogy klímavédelemben gondolkodunk, hogy ebben vannak olyan elemek, amik a közösséget megszólítják, tehát nem csak az van, hogy a Városháza vagy a Városgondnokság csinál valamit, hanem nagyon sok olyan program van, akár a Mesés Kiskertek, akár a Virágos Fehérvárért mozgalom, akár a Fecskebarát Fehérvárért mozgalom, amiben próbáljuk, és szerencsére sikerrel a civil szervezeteket, a magánszemélyeket, intézményeket, cégeket bevonni, és hogy megpróbálunk minden városrészben, minden lehetséges terület vonatkozásában zöldet, virágot, adott esetben faültetésekkel ilyen klímavédelmi célokat is elérni. A Palotavárosi tó mögötti tervezett Fehérvár tüdeje programot nagyra értékelték, a Sóstótól el voltak ragadtatva. Miközben nyilván a világ másik végéről érkeztek, hiszen Kanadából és az Amerikai Egyesült Államokból érkezett a két zsűritag, fantasztikusan szép környezetből egyébként, hiszen nagyon komoly szakemberekről van szó, nagyon komoly és óriási magyarországi területnyi természetvédelmi területek igazgatói voltak, tehát azért láttak már sok szépet. De úgy gondolom, hogy egyáltalán nem vallottunk szégyent, sőt a visszaigazolás, én úgy érzékeltem, hogy inkább pozitív meglepetés érte őket, így mentek haza. Hát majd szeptember végén meglátjuk, hogy ez pontosan milyen eredményt hozott, de egy eredményt biztos, hiszen itt nem alapvetően a díjazásnak van igazán jelentősége, hanem hogy bekerültünk egy nemzetközi vérkeringésbe ezen a területen, jó gyakorlatokat tudunk majd megismerni, átültetni, adott esetben mi is ilyen jó gyakorlatokat tudunk elvinni, hiszen például a szennyvíztisztítás a Sóstó vonatkozásában azért az európai szinten is ritka, ami itt megtörtént, és most már tudjuk, hogy jól működik. Tehát ez oda-vissza egy kapcsolati rendszert jelent, amiből mindig csak táplálkozni, mindig csak fejlődni tudunk. Egyet visszaigazolt,
hogy a közösségszervezés ezen a területen is nagyon-nagyon fontos, és hogy igenis minél több embert ezekbe be kell vonni. De ha az ember megnézi akár a közösségi média felületeit, én azt látom mondjuk az Instagram oldalamon, hogy a fiatalok körében teljesen természetes, hogy zöld kérdésekről, hogy természetvédelmi kérdésekről, hogy klímavédelmi kérdésekről beszélgetnek. Minden ilyen akcióba a fiatalokat nagyon könnyű bekapcsolni. Tehát látszik, hogy közöttük ez egy jó értelembe vett trend, jó értelemben nagyon népszerű ez a témakör, és nem csak azt várják el, hogy mi csináljunk valamit ott a Városházán, vagy éppen a Városgondnokságnál, hanem nagyon is tevékenyek, nagyon is szeretnének ebbe jó értelembe vettem belefolyni, mert érzik, hogy ez már nem csak az ő jelenüket, hanem a föld jövője okán őket, magukat, az ő jövőjüket is egyébként jelenti. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez összességében szép volt, és hát azért, hogy témákat összekapcsoljuk, azért valaki nézte akár a Eurosporton, akár a Magyar Televízión, a Tour de Hongrie-nak a főleg a felső kamerálásból, tehát a helikopterekről elkészített filmeket, bejátszásokat, hát azért megállapíthattuk, hogy szerencsére zöldből most már akad bőven, de érdemes talán még mindig keresni azokat a területeket, ahol ezeket ki lehet alakítani, és keressük is egyébként mondjuk azokat a romos épületeket, azokat a barnamezős beruházásként megjelenő területi részeket, ahol nem feltétlenül épület fog állni, hanem lehet, hogy az épületek helyett mondjuk parkosítással, virágos kertek kialakításával, faültetéssel újabb zöld szigeteket lehet megvalósítani. Klímavédelem is azért most is júniusban fantasztikus meleg idők voltak, azért nem mindegy, hogy mondjuk ott a házunk környékén mennyi a fa, mennyi az, ami árnyékot ad, ami egy kicsit hűti a levegőt, úgyhogy nagyon szép, amit láttunk, de remélem, hogy pár év múlva újra jönnek a helikopterek, és megnézik, még zöldebb lesz a város. Hozzátéve, hogy persze egy városban nem könnyű mindig az érdekeket összehangolni, mert azért sok esetben jön olyan kérés is, hogy egy-egy parkrészletből nem lehetne inkább parkoló, mi mondjuk, hogy zöld terület óriási kincs, azt nem kellene erre feláldozni, inkább próbáljunk meg alternatív megoldásokat találni. A zöld felület nem, hogy nem csökkenhet, hanem nőnie kell. Most mondjuk több mint 3,7 millió négyzetméter az, amit a Városgondokság kezel közterületként, parkkal, adott esetben erdőrészletekkel együtt. Ez egy nagyon komoly szám, folyamatosan emelkedik, és hát én bízom benne, hogy meg fogja az haladni a 4 milliót is, aztán pedig majd mehetünk tovább. Mi pedig most megyünk tovább egy másik témakörrel, mégpedig a fehérváriak kérdeztek most már hagyományokhoz szűen öntől. Nézzük meg Szabó Miklós Bence összeállítását, hogy mire voltak kíváncsiak az itt élők. Polgármester úrnak a kérdésem az, hogy nyugodt, békés belváros lesz-e, mert az itt lakók ezt szeretnék, ezt igényelik, és a vendéglátó iparral paritásos alapon kellene megállapodni, hogy mindenki kellemesen élvezze a város, a belvárosnak a szépségét, örömeit, viszont az itt lakóknak a nyugalmát azt próbáljuk megőrizni. És én azt hiszem, hogy polgármester úr erre fogékony lesz, és mindent meg fog tenni annak érdekébe, hogy az itt lakók nyugalma valóban megvalósuljon. A szúnyogírtással gondolom, hogy van probléma, hogy még nem oldották meg. És hogy mire kíváncsi, hogy mikor lesz? Hát mikor, igen, mikor lesz ebből valami. Hát azt kérdezném tőle, hogy a körforgalmakat, hogy normálisabban tudjanak haladni az autók a körforgóknál, ne legyenek ilyen tumultusok, dugók, vagy ilyen akadályozások. Nos, hát én azt gondolom, menjünk sorba, igen. Belváros, hát igen, nyilván ez egy olyan kérdés, ami mindig föl fog vetni újabb és újabb kérdéseket. Ha röviden szeretném összefoglalni, én úgy gondolom, hogy ez a történelmi belváros, ami egy gyönyörű és gyönyörű adottságokkal rendelkezik, abban igenis életnek kell lennie, de nem lehet buli negyed. Tehát én itt húznám meg a határt, hogy az, hogy a belvárosban élet van, az szerintem természetes, sőt szükséges. Szerencsére az emberek szeretik a belvárost, sokan jönnek, a teraszok tele vannak, sokan csak sétálnak. Már ha nincs program is, én azt veszem észre, hogy sok esetben ki lehet szinte a megtelt táblát írni a belvárosra egy-egy délután, este vagy éppen hétvégenként, és szerencsére nyáron sem ürül ki, mi azért ez régen jellemző volt Fehérvárra, hogy kitört a nyári szünet, és kiürült a város egészen augusztus 20-áig.
ez azért most szerencsére egyáltalán nem jellemző. De emellett a belvárosban élők joggal várják el azt, hogy amely szabályrendszer viszont életben van, azt mindenki tartsa be. Hiszen ő nekik közben ez nem csak a belvárost jelenti, hanem a közvetlen lakókörnyezetüket is. Azt gondolom, hogy valahogy úgy lehet ezt feloldani, hogy a hétköznapi, illetve a pénteki, szombati, vasárnapi nyitvatartásokat is különböző módon kell kezelni, és utána ezeket a nyitvatartási határidőket pedig mindenkinek be kell tartani. Az védhetetlen, és én magam nem is szeretném védeni, amikor mondjuk egy terasz 11 óráig lehet nyitva, és ott 1:30-kor még vannak. Azt sem lehet megvédeni, hogyha nincsen zeneszolgáltatásra valakinek engedélye, de egyébként éjjel 2-kor még diszkót működtet a Sétáló utca egyik szegletében. Ezekre nincsenek feljogosítva, és ezeket nem is szeretné senki megvédeni. Ezért mondom, hogy itt van valahol az a határ, hogy mi nem buli negyedet szeretnénk a belvárosból, hanem egy megfelelő minőségű, jó hangulatú, a környezet szépségeihez egyébként élhető belvárost, amit egyébként szeret az is, aki ott él, és szereti az is, aki egyébként oda mondjuk vendégként érkezik egy délután vagy az este folyamán. Egyébként lesz most egy egyeztetés éppen a jövő héten a belvárosban élők képviselői, valamint a teraszokkal rendelkező kávézók, éttermek, cukrászdák képviselői között. A hatóságok is jelen lesznek. Szeretnénk ott elindulni egy közösen meghatározott rend kialakítása vonatkozásában, és utána azt fogjuk kérni a belvárosiaktól, hogy ezt fogadják el, a vendéglátóipari egységet üzemeltetőktől pedig, hogy ezt tartsák be. Egy valamit azért fontos hozzátennünk, hogy ebben a pillanatban a rendelkezésre álló hatályos jogszabályok mondjuk úgy, hogy nem túl precízek és pontosak, és viszonylag kevés hatáskört adnak az önkormányzat kezébe. Mi ezért kezdeményeztük, tehát ez már múlt idő, a belügyminisztériumnál ezen jogszabályok módosítását, és sokkal erőteljesebb önkormányzati hatásköröket, és egyébként ezt nem csak Fehérvár tette meg, mert ugyanez Pécsen, Kaposváron, Szegeden, Győrben ugyanúgy probléma, és a megyei jogú városok együtt közösen kezdeményezték, hogy kapjuk meg ezeket a hatásköröket, akár közösen állami hatóságokkal, és így tudjunk fellépni. Tehát én úgy érzem, hogy itt kialakítható egy kompromisszum, azért ez hosszú évekig elég jól működött, és van egy-két új szereplő, ezért érzékelek én konfliktust, de szerintem azért előbb-utóbb ezt meg tudjuk oldani. Emellett azért nagyon sok belvárosban élő jön azzal, hogy végre van hangulat a belvárosban. Ő hogy szereti, hogy csak le kell sétálnia, hogy egy jó társaságban mondjuk egy kellemes kávét el tudjon fogyasztani. Ő élvezi, hogy egyébként ott programok, rendezvények vannak. A másik oldalon az, hogy el kell mondanunk, hogy viszont vannak kifejezetten a belvárost megszólító programjaink, mondjuk homlokzattető felújítási programok, kamatmentes kölcsönök, vagy visszafizetés kötelezettséget nem is jelentő, tehát nem visszafizetendő kamatmentes kölcsönök is. És ezeket csak a belvárosban élők kapják meg, pont azért, mert elismerjük, hogy az egyik oldalon adnak a közösségnek a másik oldalon őket segíteni kell. Tehát ez is hozzátartozik ehhez a kérdéskörhöz, és nyilván a közlekedési kérdések, a parkolás kérdések ugyanúgy fel fognak bizonyára vetődni. De remélem, hogy azért összességben ez a nyár is egy jó hangulatú nyár lesz, jól indult egyébként, az első programokon sokan voltak, és azért én nagyon sok belvárosban élőt is látok ezeken a programokon, hogy utána egyébként a gyönyörű Jávorottó téren tudjon átsétálni, vagy éppen a harmadik Béla Király téren, vagy kíváncsiskodva nézze, hogy hogyan alakul a Bartók Béla tér felújítása. Egyébként megyünk tovább, Kossuth utca, Szent István tér, következő évek felújítási lehetőségei. Akkor megújul majd. Jó, a hölgy a szúnyoggyérítésről érdeklődött, ez ugye tegnap megtörtént a szúnyoggyérítés, ez mindig minden évben ilyen nagy kérdéseket vet fel. Tulajdonképpen ez nem az önkormányzatnak a feladatába tartozik, hogy az elmúlt években történtek változások, a katasztrófa védelem vette át ezt a feladatot, katasztrófa védelem rendeli meg, egyébként azt a szúnyoggyírtást is, ami ezen a héten történt Fehérváron, ugye az egy nappal korábban megtörtént volna, csak pont akkor volt a csapadékos idő, de ugye túl vagyunk az első szúnyoggyérítésen, és ezt a katasztrófa védelem rendelte meg, az állam finanszírozta. Egyébként a város is a költségvetésében kettőre félretett forrásokat, tehát amennyiben nyáron, ősszel erre szükség lesz, akkor meg fogjuk a katasztrófa védelemen keresztül ezt rendelni, de most az elsőn túl vagyunk. De azért én szeretném hozzátenni, hogyha már előbb beszéltünk környezetvédelemről, természetvédelemről,
akkor bizony ez azzal is együtt jár, hogy meg kell nézni, milyen alternatív megoldások vannak. Pontosabban inkább úgy fogalmazhatnánk, hogy milyen biológiai vagy természetes megoldások állnak rendelkezésre. Például a fecskék? Például a fecskék, és ez nem azt jelenti, hogy akkor holnap már nincs szükség gépi gyérítésre, mert még egy ideig biztos, hogy szükség lesz, de mégiscsak folyamatosan az arányokat változtatni kell. Azért egy fecske napi 2 kiló mondjuk szúnyogot tud elpusztítani, gyéríteni, azért ez egy óriási szám, miközben nem okoz senkinek semmilyen jellegű kárt, és a méhekkel is jó megvan együtt. Tehát, hogy ezekre úgy gondolom, hogy érdemes odafigyelni, más módszerekkel is érdemes a természetes védelmet biztosítani. Most egyébként szakembereket kértünk meg arra, hogy például a belvárosi vendéglátósok esetében adjunk egy tájékoztatást, hogy milyen alternatív megoldások vannak a sprék helyett, amelyek természetes módon tudnak védelmet jelenteni akár az ott dolgozóknak, akár mondjuk a teraszokat esténként használóknak. Ezt el fogjuk számukra küldeni, és ezen a területen is szeretnénk előre lépni. Ha a klímavédelemről nem csak beszélünk, hanem komolyan gondoljuk, akkor bizony ezeket a biológiai és természetes megoldásokat kell előnyben részesítenünk a következő években, évtizedekben. Nem elfelejtve, hogy vannak olyan területek, ahol pedig teljesen kizárt és kifejezetten tiltott a gépről történő gyérítés, mondjuk a sóstó fölött nem szállhat a repülő, és nem szórhatja a permetet a sóstó mondjuk madár és élővilágára. Miközben annak környezetében is élnek emberek, tehát itt azért biztos, hogy a következő években még komoly szemléletformálásra lesz szükség. Az utolsó kérdezünk ugye a körforgalmakkal kapcsolatban, az ott zajló közlekedéssel kapcsolatban kérdezett. Nekem most így hirtelen beugrott szintén ez is a közösségi oldalon terjedt egy videó, pont itt Székesfehérváron az egyik körforgalom, amikor valaki fordítva ment be. Ilyenkor azért elgondolkozik az ember, hogy lehet, hogy erre is kéne egy oktató videó sorozat, vagy nem tudom. Igen, ezt a körforgalmat is tanulni kell. Nyugat-Európában sem ment egyik pillanatról a másikra, mégis ma már jól használják, ez így fog nálunk is történni. Unalomig tudnám ismételni itt is a szemléletformálás fontosságát, de azért, hogy ez nem reménytelen, az jól mutatja mondjuk a zebrák környéki közlekedés. Azért 5-10 évvel ezelőtthöz képest ma már jóval kisebb probléma, jóval kevesebb panasz érkezik, hogy mondjuk egy gyalogos nem tud átmenni, mert az autósok nem engedik át. Ma már azt gondolom, az autósok döntő részének például természetes, hogy megáll a gyalog átkelőnél és átengedi a gyalogost. Így lesz ez az új közlekedési formák esetében is, így lesz a kerékpáros közlekedésnél, és előbb-utóbb igenis a körforgalmak használata is javulni fog. E-mailen is érkezett hozzánk kérdés. Az egyik az azzal kapcsolatos, hogy a strandnak nagyon örülnek a nyitvatartásának, de az úszodát miért nem lehet még a korai órákban használni? Erre mit tudunk mondani? Hát a városgondnokságot tudjuk ez ügyben megkérdezni, ugye ők üzemeltetik az uszodát, azért mindenképpen mondjuk el, hogy mindegy 700 millió forintból csináltunk strandot, az első hét tapasztalata ugyanúgy, mint a tavalyi év július-augusztusának tapasztalata, hogy óriási tömeg van, többször ki lehetett már ezekben a napokban is tenni a megtelt táblát, tehát bizonyára talán közül megegyezés van, hogy ez jól sikerült. Az uszoda tekintetében fontos, hogy bővítési célja van az önkormányzatnak, annyira, hogy a vízilabda szövetséggel már meg is állapodtunk, és a városgondnokságon keresztül elkezdődött a tervezése az uszoda bővítésének. Lesz még egy fedett medence, és egy az 50 méteres, és mellette pedig egy gyakorlatilag úszásoktatás segítő gyakorló medence. Ez azt fogja eredményezni, hogy valójában 3-50 méteres medence áll majd rendelkezésre pár év múlva, és szerintem az lesz az időpillanat, amikor végre jól meg lehet osztani a sportúszást, a szabadidős úszást, ugyanúgy, mint adatesetben az utánpótlást, vagy például azt a törekvést, hogy minden óvodás és iskolás az alanyi jogon mehessen és tanulhasson meg úszni. És végezetül a Fáy András lakótelepen élők kerestek minket azzal kapcsolatban, hogy az ABC-n helyén épül egy beruházás. Ezzel kapcsolatban lehet-e még valamit tenni? Gondolom én a kérdésük arra vonatkozik, hogy az ne épüljön föl. A mai közgyűlésen is ez elhangzott, hogy 2004 óta, tehát több mint 15 éve engedi a szabályozás ezt a fajta beépítést, amit most egy magántulajdonos maga meg fog építeni, valósítani. Ebbe az önkormányzatnak beleszólási lehetősége, joga nincsen.
a környezetben élők, én úgy tudom, hogy a különböző hatóságok felé eljártak, tehát amennyiben a hatóságok részéről van olyan észlelt probléma, ami jogszabálysértő lenne, akkor természetesen ők ebben fel fognak lépni. De ugye nagyon nehéz egyszerre két célt a városban megvalósítani, hogy lakások is épüljenek, de mindig máshol, mindahol egyébként mi élünk. Én megértem, hogy ott most sokan megijedtek attól, hogy egyébként egy korábban boltként működő ingatlanon lakó ingatlanok jönnek létre. Én úgy érzékelem, hogy sokan leginkább csak szeretnének a rendő beruházóval találkozni. Mi őt is arra biztattuk, hogy keresse meg a lakókat, társasházak közös képviselőit, hogy ők meg a beruházót keressék meg, mert lehet, hogy néhány kérdésre viszonylag gyorsan választ lehetne adni. De ezt a lehetőséget szeretném kihasználni arra, hogy mindenkinek a figyelmét felhívjam, hogy az önkormányzatnak valójában beleszólása, hiszen itt magán ingatlanokról, magántulajdonról van szó, annyiba van, hogy az építési szabályzatokat megalkotja. Amiről itt szó van, az 2004 óta hatályos. Ugye ezek nem örökké kőbevésett szabályok, ezeken lehet módosítani. Tehát érdemes a társasházaknak, akár magánházaknak nézni folyamatosan a saját környezetüket, és ha van olyan pont, ahol ők szeretnének módosítani, akkor kérem, hogy keressék meg az önkormányzatot. Ezt jövőre nézve meg tudjuk tenni. Visszamenőleges hatállyal egy piacgazdaságban, a magántulajdon alkotmányos védelme mellett ezt nem lehet megtenni. Most is egyébként lezárunk egy hészmódosítást, nagyon-nagyon sok tucat, inkább több száz észrevétel érkezett. Ennek jelentős részét egyébként beépítettük a hészbe, ilyen típusú problémákat kezel. Úgyhogy én kérem, hogy erre is figyeljünk oda, és segítsük egymás munkáját azzal, hogyha van ilyen ötlet, javaslat, problémafelvetés, akkor azt időben kapja meg az önkormányzat, mert akkor viszont van jogi lehetősége arra, hogy fellépjen. Én köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget, és nagyon szép hétvégét kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt volt. Köztérre legközelebb egy hét múlva jelentkezünk itt a Fehérvár televízióban, hogyha lehetik, akkor tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra.